tájékoztatót, hanem abban az értelemben is, hogy emelik, és tényleg nem is akármilyen magasságba a kék szalag súlyát, annak a versenynek a súlyát, amiről itt évek óta csak szuperlatívuszokban tudunk beszélni, hiszen a magyar vitorlázás fellegvára. Nárai Vilmos ilyen mikrofonnal. Köszönöm szépen! Két olyan urat szeretnék nektek bemutatni, akiket már jól ismertek. Dear friends, I would like to introduce you to you some friends who you learned in the past few years and you learned them well. One of them is Mr. Roland Gabler. Please stand up. Először is Roland Gabler urat, aki katamarán hajóval sokszoros világbajnok, és ugye itt is Magyarországon is már több kék szalagon részt vett, sőt egyet nyert is. Úgyhogy ő lenne az egyik első interjú alanyunk. A másik pedig, and the second one is Mr. Rodolphe Gauthier from Switzerland. Please stand up. Who is a skipper of the Southland team, winner of the 2015 kék szalag. So, please gentlemen, come maybe a bit forward. Thank you. And I have some questions to you. First of all, maybe what is the challenge which is bringing you always back to Balaton? What are your remembers from this lake? Why are you coming back, and how did you enjoy your last races, and what do you expect from this one? Maybe Roland first. Just a moment, I translate myself. Tehát azt kérdeztem tőlük, hogy mi az, ami a kihívást jelenti számukra itt a Balatonnal kapcsolatban, mi az, ami mindig visszahozza őket, és hogy mit várnak a mostani versenytől. Well, thank you very much. First of all, I have to confess that I did not gather everything that you have said so far. So the main concern to me is that you have not changed the trip to Kenesé and Kesteli, because I'm not so sure that we would get it. But azt mondja, hogy még nem volt ideje tanulmányozni a verseny dokumentumait, úgyhogy reméli, hogy nem változtattuk meg az útvonalat Kenesétől Kesteliig. And once this is done, we all very very look forward coming back to the race tomorrow. We had an amazing time in 2015. Well, we were quite lucky because we won, but we know it's not going to be that that easy. It wasn't, but it's going to be even worse this year. So we'll see. We appreciate to see that there are many more multi-use on the Balaton Lake, and this is how this race will. Really exciting, and this is one of the key challenges. Ugye azt mondja Rodolphe, hogy nagyon élvezték a legutóbbi versenyt, nagyon nagy örömmel jöttek ide vissza, és nem csak azért, mert nyertek 2015-ben, de hát fantasztikus emlékeik vannak erről. De tudja, hogy ez természetesen nem egy ilyen könnyű feladat, és örömmel látja azt, hogy milyen szépen gyarapszik itt a flotta, és milyen szép hajók vannak a Balatonon. Roland, you were one of the first when the cats were allowed here in Balaton on Kék Szalag. So you have a lot of experience here, and you have a lot of experience in multi-hull sailing. How do you find now the Hungarian fleet and the Hungarian multi-hull sailors? It's absolutely great to see so many new boats that they're buying now, the Extreme 40s, they're coming here. I think. And it's one of the places in the world where really is something building up. First of all, it's a pleasure to be here on this wonderful place with you together, and also to see more boats are coming in, but also see the difference to the historic, to the classic boats. It's amazing that what you are bringing together here. For me, this is nearly the Iron Man of lake sailing, because I don't know any other race in the world which has such a, let's say, long distance, but also it's very challenging with the tactics, because yeah, you're maybe sometimes with different wind directions, so it's really a challenge, and I'm happy to be here again. It's fantastic.
Azt kérdeztem tőle, hogy ő ugye az egyik első külföldiek között volt, akik katamaránnal vitorláztak itt a Balatonon, amikor ugye nyíltá vált először csak részlegesen a kék szalag, és hogy hogyan látja ő itt a fejlődést, és azt mondta, hogy fantasztikus dolog itt vitorlázni köztetek, magyar vitorlázókkal, és ő személy szerint nagyon örül annak, hogy itt úgy látja, hogy ez az a tó, ahol most a legnagyobb fejlődés megy végbe ezen a területen, és hogy hát maga a verseny is egy fantasztikus valami, tulajdonképpen a tavi vitorlázás Iron Man versenyének nevezte, amin örömmel vesz részt. Okay, thank you. Rodolf, can you tell us something about your boat? We know that Safran was a bit changed last year. So what are the changes? What do you expect from these changes? A kérdés az, hogy ugye tudjuk, hogy a Safran hajón tavaly változtatásokat eszközöltek ahhoz képest, hogy 2015-ben vitorláztak. Azt kérdeztem, hogy mik ezek és mit várt tőle. So the main thing is that we have had a Phoenix on the yield. You may see it's the Golden Phoenix because we almost broke everything last year, but we wanted to show that we survive. So that's the main changes as far as the design is concerned. One of the other change which might be quite challenging here is that we have new rudder which are a little bit more deep than last year, so it's probably not the best fit for Balaton. So this is one of the main concerns that we have for tomorrow. Otherwise we have added ballast so that we can try to cope with the bigger 50-50 on long run, because otherwise we would lack power. So that's one of the few and key things. Otherwise it's pure, it's a little bit wider than last year. That's the idea. Okay. Először is ugye tavaly nagyon összetörték a hajójukat, úgyhogy ezért elsősorban egy Phoenix-et sikerült a dizájnhoz illeszteni, ami azt jelképezi, hogy föltámadtak a poraikból, tehát ez az egyik legfontosabb változás. Ezen kívül kicsit mélyebbre merül a kormányuk, ami nem biztos, hogy a Balatonra a legjobb választás volt. Kicsit nagyobb lett a tőkesúly, amitől azt remélik, hogy picit erősebb szélben is fel tudják venni a versenyt a hosszabb bőszeles szakaszokban, talán a 50-50-vel, és egy egészen keveset szélesítettek is a hajón. Okay, thank you. Roland, you are sailing with the Hungarian team. So, how is communication on the boat, and how is the share of work? First of all, it's a great honor to motivate the young sailors to sail with on this really amazing machine. They are much younger than me, and I'm for sure far the oldest on board. So. But this is it's a good way, you know, to teach the next generation to use this kind of boats, and also to share information on the boat during sailing, because they sailed more than me on this lake. So, you know, it's really a teamwork between generations, and it's a big fun, and we will enjoy it, and we have a fantastic boat. For sure, we have to develop step by step, and we did some racing or some training days here so far. It's fine, and we take it as a challenge. We know there are other boats who have a much more lighter, more bigger or more sail area. So, but it's the first step, and we hope we have a good race and we come back in one piece. Azt kérdeztem tőle, hogy ugye ő egy magyar csapattal vitorlázik, milyen a munkamegosztás és a kommunikáció hajón. Elmondta, hogy sokkal fiatalabb magyar vitorlázókkal vitorlázik, tehát gyakorlatilag itt egyfajta generációs munkamegosztás van, ami számára egy nagy öröm, hogy átadhatja a tapasztalatait ezeknek a fiatal vitorlázóknak és motiválhatja őket. Ugye egy kicsit kisebb hajóval mennek ők, kisebb vitorla felülettel, ez jelenti számára igazán a kihívást, és azt gondolja, hogy így ezzel a csapattal egyre jobb eredményeket fognak tudni elérni, és ez számára nagy öröm. Gentlemen, thank you very much for coming. Thank you. And good wind for tomorrow. Thank you very much. Thank you very much for organizing this. Thank you.